Fölkelő nap minden kultúrában az életet jelenti. Egy régi szép ének mondja, Krisztus, ki vagy, nap és világ, minket sötétségben ne hagyj. Sokszor fölteszik a kérdés, hogy miért éppen itt van az apátság. Ez számomra titok. Van valamiféle kisugárzó ereje. Vannak szent helyek, géniusz Laci hely szelleme. Valami megfoghatatlan van itt. A tihany szó csendességet jelent. És a csend varázsa az leírhatatlan és rendkívül fontos. Találkozik itt sok minden, találkozik a föld és a víz, találkozik az ég és a föld, és találkoznak a legkülönbözőbb emberek. Igazodási pont. Nagyon sok helyről lehet látni, és számunkra kihívást jelent ez a tény. Nekünk magunknak is igazodási pontnak kell lenni. Mit jelent számomra Tihany? Ezt az igazodási pontot, és jelenti ezt a kihívást, hogy nekem is igaz embernek kell lennem, és igazodnom kell, nem a szélhez, amely hol jobbról, hol balról fúj, hanem ahhoz a teremtett világhoz, ami az Isten jó teremtése. András király biztos, hogy jó nyugvó helyet talált. Ez felszólítás mindannyiunk számára, hogy keressük a békét, és bárcsak megtalálnánk.